Boldog új évet mindenkinek! Oké, tudom, hogy február van, és már boldogabb évekre senki sem számít manapság, de ennél jobb intrót a videóhoz nem tudtam kitalálni már, bocs. A szárnyamba eljátszom, egy újabb életért nem bánom. Igen, egy újabb online játékról lesz szó, ami egy sorozat alapján készült. Viszont ez ott a kettő lesz egy videóban, és egy olyan sorozatról, amit én ténylegesen is nézek. Igen, a Breaking Badnek van kettő flash játéka, amiből egy se elérhető. Egy pár videón kívül, amit most jelenleg láthattok a háttérben. Habár egyiket se nevezném játéknak, de inkább interaktív videóknak, de az egyszerűség kedvéért most játéknak nevezem őket. Mindkét játék technikailag ugyanaz volt, de mindegyik játéknak más volt a története. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. What's Wisdom, az első játék, a legelső rész alapján készült, hogy promotálja az első évadot. Igaz, hogy nem túl pontosan van ábrázolva az első rész történései, nem fogom felsorolni mindet, mert lusta vagyok rá. Plusz ez egy flash játék 2008-ból, ne számítsatok mesterműre. A flash játék bekéri a neved, korod, egy barátod nevét és egy helyszínt. A játék maga a lakókocsiban történik, ahol Walt rejtődik, miközben sziréna hallható. Aztán elmond neked egy személyre szabott élettanácsot, lehozza a neved egy listáról, majd pisztolya a kezében kirohan. Ami a háttérben megy jelenleg, az egyetlen bizonyíték arra, hogy ez egyáltalán létezik. Habár erről a játékról alig van információ, a második játékkal szemben ezt nem tudom elmondani. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Causa de una nueva droga que los gringos han creado. Wolf Warning a legnépszerűbb játék a kettő közt. Nem csak, hogy erről több infó van, mint az elsőről, és nem csak, hogy ennek a játéknak valamennyi részét sikerült feltámasztani, de nyert kettő díjat is, amíg elérhető volt. Hogy tudsz valami elveszni, ami kettő díjat is nyert? Hogy? Ez a játék a második évadot promotálta, és habár az info bekérős része ugyanaz, ott a fényképet is tudsz most már feltölteni, és a játék három jelenetre lett felosztva. Az elsőben futsz az új mexikói sivatagban, majd Walter megakadályoz, és rádordít, hogy mi a neved, és hogy miért vagy itt, de aztán elájulsz. A másodikban meg vagy kötözve egy zsákkal a fejeden, majd elkezd panaszkodni, hogy túl súlyos helyzetben van, hogy egy random idióta felbukkanjon és elroncson mindent. Ezt egy gyújtóval felégeti a beküldött képet. Ha balra fordulsz, ahol a kényai cuccok vannak, megkínod egy káros fegyülettel. Ha jobbra, ahol a pisztolya és a Heisenberg ruhái vannak, akkor a pisztolyra azt mondja, hogy kellék az iskolai drámaklubba és azzal kiüt. A harmadik jelenetben egy tába mellett ébredsz fel, ami azzal, hogy sose térhetsz vissza arra a helyre, amit beírtál. Az eredeti webhelyük elérhetőek a Wayback Machine-nel, de már rég nem működnek, hála az Adobe Flash Player halálának. A flash játékok időszaka egy fantasztikus korszak volt az internet történetében, és kell, hogy mind az Adobe, mind a többi böngésző abbahagyta a támogatását. Meg lehet, hogy idén lett 27 éve, hogy kijött a Flash Player, de ez a kettő játék bizonyíték, hogy miért különleges sokaknak.